Hát elgurulok, bazd meg. Hátra gurultam, gyerekek, mi a lószar? Hátra gurultam. Milyen fék, nincs fék. Elfelejött a fék. Nem baj, ez volt a taktika, mert megzavarodtak az ellenfelek így. Bazd meg, igyekeztem innen el gyorsan. Jó, utána. Alberto eljött. Ő a leggyorsabb, vigyázni kell vele. Hú, nagyon-nagyon izgultam, hogy úgy fognak kiütni, mint Alonso Szingapurba. Aszta! Vagy nem is tudom, ki volt az. Szingapurban volt hasonló, hogy valaki hoz, messziről megindult, bam, 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 ez végig, mint a bowling golyó. Mi? Bazd meg, mi az, hogy kiugrottam? Hova ugrottam ki? Anyádba ugrottam ki, bazd meg! Mit ugrottam ki? Mi? Most ez mi? Valaki segítsen, mit kell csinálni? Hát a kurva anyja volt a kiugrás, baszki, hátra ugrottam ki! Be kell jönnöm a boxba! Hát ez egy büdös nagy vicc. Istálóját benne. Gumi már rég ki van szedve, ne aggódj. Okay, go! Jó sétafocsikázik itt, baszki. Igen. Jó, korrekt volt, elemelte. Az egy, hát ez meg, ez hihetetlen. Milyen gázfröccs jött. Nem jó, valami nem jó itt a gumikkal, baszki.
kapni még itt az ellenfeleket amúgy. Nem mennek jó tempót. Egyben egy egyes volt. Valami nem volt. Hogyha csak 0x-en van? Hát hiszen volt kontakt. Miért nem jegyezte fel? Annyira minimális volt? Végig határon az autó hátulja. Ez félelmetes.
egyes már kéne felejteni itt a ráfordítóban is. A faluk az milyen köröket mellett? Lassú? Nem érem. Körönként 2-3 szeg. Nem elég. Nem megyünk át világ megváltóba. De nem azt akarom mondani. Mit csinálok? Hova megyek? Miért? Az meg. Próbáltam volna így átdobni mindenem az egész autót. Én valami biztos nem jól autóval. Nem lehet, nem lehet. A gumik. Ádám, köszönöm szépen a támogatásod, semmit nem adottam ebből, majd meghallgatom. Ígérem. Köszönöm szépen. Nem fogunk odaérni a Formula B-re. Ez miért nem áll félre? Kézzászló van. És a nyomás helyezni, amikor az ellenfél az kész. Hú.
Vége? Ja, már leköröznek, ugye? Ennyi, ugye? Mert van még egy kör. És nem előttünk, nem közvetlenül előttünk, hanem kézászlós után. Ez mi az, hogy fehér zászló van? Tehát akkor ennyi volt nekem a verseny? Én nem állok, lemegyek. Engem nem állítanak ennyi fehér zászlóval. Közel vagyunk. Bevetődünk! Bevetődünk! Figyelj! Nyúj! Nyúj! Vicceltem. Mit csinálsz, haver? Isten olyan bele, pedig itt vagyunk már! Két-három kört még adhattak volna! Ilyenkor miért nem lehet megszavaztatni a nézőkkel azt, hogy adjanak-e még hozzá plusz egy vagy két kört a versenyhez? Isten olyan bele! Nézd meg, itt is oda csaták lettek volna, ha? Nem nehéz százát. Gyorsan! Oké. Pont kiértem. Ennyi? Vagy még beérek pont a versenyre? Gyorsan kilépünk. Gyorsan. Formula. Nem érünk oda. Istálóját bele akkor. Mi? Hova kell joinolni? Vissza akar vinni bennünket a Forma 1-re? De vége van. Egyébként 2,27-re lement a safety ratingünk. De nem baj. Nagyon sokat tapasztaltunk ez idő alatt, úgyhogy nagyon nem kell így jajveszékelnünk szerintem. Hát minden, most akkor visszamegyünk a szerverre. Ja, nem zárta le a szervert még. Van Rally Cross is. Tanulja? Akarok visszavonulni, vagy feladni. Visszamegyünk, és akkor... Hát csak mondom, hát ha gyorsan megrohamozzuk a Formula V-t, akkor még oda beférünk. Ó, ez a Mazda! Nagyon jó ez a Mazda! De itt elment a tapadásunk, az biztos. Első szektorban még úgy okés volt, itt valami gumi hőmérsékletet kéne nézni, tényleg. Nekem az is már nagy segítség lenne, hogyha a versenyek után meg lehetne nézni a telemetriát, és abból megállapítani, hogy milyen volt a gumi hőmérséklet, vagy valami hasonló. Biztos, tehát itt a balansz az elment. Hát az, hogy megállás nélkül úgy jöttünk be az egyes kanyarba, hogy kettes, tehát egyens végén, lévő féktávhoz, hogy az autó az folyamatosan ki akar táncolni, hát azért az úgy... Na most meg vagyunk? Ennyi, ugye? Már ki lehet lépni vajon? Nem tudom, hogy mennyi eser plusz van. Ó, bazd meg! Mennyit jöttünk? Majdnem 20-at? 18-at? Itt 0-18. Hát az... Jó napot kívánok! Mert 0-27-nél voltunk, tehát ott a Formula V az levett bennünket rendesen. Hogy...
vissza a Mazdához. 25 perc és kezdődik. Ennyi. Omni kell, gyerekek. Kell a jogosítvány, kell a dés jogsi. Van egy jó széria? Na mire gondolsz? Tudunk együtt menni? Uram, atyám. Biztos, hogy jó dolog? Ki fogsz lökni? Becsics kitasz. Megversz. Elversz. Megalázol. Az nem jó. Igen. Sok ilyen tippet, trükköt kaptam már, hogy, hogy nem menjek időmérőn, menj rajtajuk utolsó erről. Az a helyzet, hogy ma már kipróbáltunk jó néhány dolgot. Itt egy a lényeg, gyorsan kell lenni, holból kell rajtolni, kész. Ennyi. Legjobb védekezés a támadás. Az a baj, hogy néha nem jön össze a tuti időmérős kör, és akkor baj van. Pro 2 a neve, na, ránézek csak. Pro 2. Nem látom ezt. Ez mibe van? Roadba van? Ez nem road. Nekem road kell, tehát én csak a roadot szeretném húzni, és abba csak egy dirt road. Át akkor... Akkor ez. Ez bizony a... Ahogy egy okos ember mondta, ha előről rajtolsz, akkor mindenki más. Lehet egy kicsikét sűrűbben ez a... Tényleg. Tényleg. Lehetne sűrűbben. Miért nincs sűrűbben? Miért nincs sűrűbben? Úristen! Hát ez döbbenet. Miért nincs sűrűbben? Igen, amúgy a rajtra kell vigyázni. Most amúgy jó volt a rajt, tehát hogy így... Szerintem az ellenfeleket ott megzavartuk. Ja, meg várjál! Állj meg! Replay. Nézzük meg azt a replayt, amikor kifékeztem, illetve kiütöttem féktávon a srácot. There are no replays. Ajaj. Ajaj. Nincsen. Ja, ilyenkor mindig le kell menteni. Az is tálóját bele. Ó, sajsze. Sajsze. Ó, jaj. De tudjátok, mit csinálunk? A Mazdát átszínezzük. Átszínezzük. Mert ez a sárga, ez most már agyrém. Azért nézzünk már ki valahogy, nem? De várj, ezeket nem lehet átfesteni. Icon. Akkor itt. Mix. Hullahokkarika. Car model. Jó. Paint car. Hú, és akkor itt aztán. Aztán. Nézd oda, nem is rossz. Ebben van potenciál. Ebben van bizony potenciál. Ajjajjaj. És akkor nyilván át lehet ezt állítani full feketére. Közben gyorsan töltsük a fülest. Az a helyzet, hogy reggel, délelőtt eléggé lemerítettem szerintem. Már tegnap is. El lett felejtve. Töltés, aztán így eléggé. Ez így nem is volt. De legyen inkább valami extrém. Kék. Ami lila lett. Így a kék. Kékes. Ez így nem rossz. Apukáim. Ha és akkor szponzorokat is lehet választani, ugye egyértelműen. Telehányjuk a autót, szponzorokkal,
Intel, igenis van. Intel, az autó oldalára. Bam! Menő. És olyat lehet-e csinálni, hogy semmi nincs olyan? A kerekeket is lehet állítani. Legyen króm. Hát és szép kis sötétek leszünk. Azt egyelőre de nem akarom paza. Akarok ennyire belemenni. Én eltévedek. Örülök, hogy ide találtam. De még a sisakot is lehet. Elmentjük. Ez ki. Az Isten olyan bele. Ez jó. Esetleg itt a közepét állít. Így Aston Martinot, ez az. Hát csak úgy valami legyen, valami olyan, ami úgy edibb. Hogy vannak elképesztett, nagyon, tehát teljesen egyedi festéseket lehet csinálni, azokat úgy is meg lehet csinálni, hogy lássák mások, nyilván ahhoz kell valami, tehát ez a program, Trading Paints, meg futnia kell mindig a háttérbe, és akkor látsz, ezzel azért úgy, tehát annyi minden van, hogy jó részét még meg sem néztük szerintem, sőt egészen biztos. Ezen a lilán gondolkodom még, hogy legyen esetleg egy ilyen... Na, nézd oda! Új! Ez jó! Vagy Aston Martin zöld? Hát, mondjuk ez így eléggé ilyen... Rikító Matyina, ez már így jó. Úristen, de menő! Azt a mocskos istálóját vele, hát azért figyelj, így van, hány tizedet ad ez a pályán majd, így van, pontosan. Sponzorok. Nincs itt valami, tényleg valami olyan szponzor, ami úgy adja úristenes? Itt az oldalára valamit, vagy jó ez a minimalista stílus? Nem olyan rossz ez így. Nem jó. Full durva. Nem illik bele. Aztán pláne. Parkó! Ez az! Parcó, ez nagyon jó. Ó, nézz oda! Figyelj! Hova teszi a testét? Dream Ray. Aha, oda. Nézzük meg inkább itt a sparcót. Nekünk semmi. Így. Innen is levesszük. Égvilágon neki. Mennyi veszebbi, nem? Ott a Mazda felirat. És ott a rajtszám. Jó napot kívánok. A pilótának a kinézetét is tudom állítani. De mi a franc? Úristen. Ez így mondjuk jó, az a. Akkor mondjuk... Jenő. Valami nagyon ráncos fejük kellene. Nincs.
Overall, hogy nézzen ki? Nagyon jó overallok vannak szerintem. Nincs itt eszetlenkedés. Egész jó. Egész jó. És akkor ezt mondjuk úgy, hogy full fekete. Így kellene? Jó, jó. Uhú! Ez egy nagyon sok. Valahogy így. Udalasztó, Martin. Nem baj. Hadd menjen. Hát ez a sisakfestés nem az igazi. Kicsiké sötétíteni kéne rajta. Nagyjából. Na így, ez az, egész jól. Talán. Hát ő... Ja, jó, jó. Már leginkább itt az lenne a durva, ha ezt Photoshopba csinál. Amihez nem értek. Full Racing. 13 perc múlva itt elindul az atyaúristenezés. Megisztáljuk magunkat. Amúgy majd az idő előre haladtával, hogyha följebb kerülünk, ebben a road kategóriában, hogyha jobb lesz a jogosítványom, akkor úgyis fogunk találkozni egymással szerintem. Tehát nekem ez a fontos, hogy ez legyen még mindig hamarabb, mert hogyha esetleg úgy döntünk, hogy TCL szeretnénk gyakorolni, akkor tudjunk csatlakozni. Még csak moped autóra jó a jogsi. Olyasmi, igen, igen, igen. Így van. Ja, köszi TMC. Köszi. Ennyire nem akartam belemélyedni. De majd a jövőben tényleg lehet, tehát itt lehet itt kicsázni, tehát ide olyan festés iránsz, olyan feliratokkal mész versenyzel, amilyen képesztően durva dolgok van. Remélem, jó mondom, nyugodtan cáfoljatok rá, hogyha esetleg hülyeséget mondom, nem szeretnék az ő hülyeséget magyarázni itt. Csak úgy módjával. Kellene még egy ilyen nagyon durva verseny. 2.65-tel zárnánk a napot. Mondjuk az már azért ugye elég durva. Az már ugye egész jó. És mindez úgy, hogy rengeteget fejlődtünk szerintem. Most már azért otthonosabban mozgok talán itt a játékon belül. Ami azért nem hátrány szerintem. Addig a pályát. Próbálkozzunk meg vele. De tényleg ez a rajtolás, ez hogyan legyen? Egyszerre nyomjam a féket meg a kuplungot? Vagy ez hogyan lószak? Ugye nekem a középső pedállal a kuplung. Elég hülyén van megcsinálva. Hogyan lehet ezt megoldani? No, 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 no,
Nem jó, nem jó. Nyomd akkor a középső lábaddal, köszi! Igazából elég csak egy kis fék, nem? Vagy várjál most, nézd oda! Hát ha benyomom teljesen a féket, akkor megjegyzi, hogy fékezek. Mi a fene? Ez amúgy nagyon jó, nem? Tehát megnyomom a féket, és olyan, mintha benyomva lenne a fék. De nem, nincs rajta a lába. Teljesen, hogy a fék indikátor az teljesen fönt van 100%-on. Tehát akkor lehet, hogy csak a rajtnál berakom egybe, nyomok egy padlóféket, fölveszem a lábamat a fékről, utána mehet a 100% kuplunk. Ahogy elasszanak a lámpák, bám, már megyünk is. Ugye? Dehogy ugye. Ez lesz a meta. Figyeljétek meg! 100%-ig mondom ezt. Most mindjárt kipróbáljuk nagyon durva emelkedőn, hogy... Most... Aha, látod? Igen, oké. Kis fék. Ennyi fék akár elegen. És nézd meg, itt tartja. Megtartja az autót. Ennyi. A kérdés az, hogy ez a rajt automatikánál, tehát a rajt rácson ez működik-e? Hát ja, inkább rossz rajt legyen. Mint kiugrás. Igen. Hát ez tényleg kezdő jogségem. Jöttünk a box utcából. Itt is megállok, és ott van. Tehát megjegyzi a féket. Nagyon jó. Ez segítség. Ilyenkor. Ez mit csinál, bazd meg? Félre kellett volna állom? Ő felségének, vagy mi? Ennyire OP köröm van, úgy érzi? De ne szórakozzál már velem! Jó, hogy nem, majd haptákba vágom magam. Úgy igaza volt. Félre gyors köröm van, akkor félre kellett volna állni. Illett volna talán. Egy sér. Többen epik vannak, nem? Le kell kuprungolni, csúsztatni kell a kuprungot. Nagyon fontos, jobb a rajt. Na meglátok. Nincs visszafulladás, hanem fokozatosan gyorsulsz. Próbáld meg ki te is. Olyan. Hogy már próbáltad? Csúsztatni kell, ott a való életben. Én voltam a béna, most meg a srác. Remek. Amúgy egészen jól néz ki az autója, komolyan mondom. Ja, zöld, felrikkel, aszta.
Track amúgy, hát pályán van a fél autó. Nem? Lehet, hogy nem belülről tűnik csak úgy. Jöttünk. Remek. Ennyi. Tehát megtartja így az autót. Tehát ha előre gurulok, és így megvárom, hogy megálljon az autó, akkor elkezd gurulni. Úgyhogy rajtnál csak annyit kell csinálni, hogy megnyom egy picit a féket, és úgy tartja. Kész. Ilyenkor bazd meg, meg előre gurul, ez mi? Nem jó, újjúj, nem jó. Gurulok. Elgurulok, gyerekek, ez semmiféleképpen nem jó, ez így. Hát ez így nem lesz jó. Hibázz meg. Nem jó, ha tövén nyomom a kutrungot, elgurulok az a baj. 100%-ig elgurulok. A kuplung az nem fogja meg. Mitől fogna? Egyszerre nyomom mind a kettőt, és akkor
biztos, hogy sok olyan pálya lesz, ahol nem fogunk így elgurulni. Remélem. Nagyon az, tehát két pedált nyomok egy lábbal, bazd meg. Hát ez mi? De mindegy, hogy ez kellene, tök mindegy, hol van a melyik pedálom, ami van. Mindegy, hogy ez kellene. Menjünk a versenyre. Be lehet nyomni a kéket. 100%-ig be tudom nyomni a kuplunk. Azért van a fékemnek a kuplung, mert kényelmes. Kemény fék. De most is az, amit adtam. Nézzük ezt. A 100% kuplung az ez. Tehát hátra gurulok. Ugyanúgy. Baszki, nekem is fájt. Isten olyan bele. Olyan, mint amikor valaki fogát csikorgatja. Vagy a tányérban a kést meg a bírát. Vagy a körmedet a táblán, az iskolákban lévő táblán lehúzod. Mondjak még ilyeneket? Jóban befejeztem. Hát na, vannak ilyen érdek. Ezen a 3 perces gyakorláson is nézi? Fixeket? Ja, az nagyon jó. Oké. Okay. Kirázott a hideg. Kirázott a hideg. Hát igen. Az jó, én azt hittem, hogy itt durvulás ilyenkor.
Nem volt ott. Egy jó rajt kell. Így van. Nagyon jó. Nagyon jó. Tizedikek vagyunk gyorsaságba. Vagyis iratingben. Kevény. Ki a zsuga? Igen, igen. Hol az oké? Nagyon halkan beszélek, tényleg? Komolyan? Hát ez gyerekek, tehát figyelj, én ilyen halkan nem szoktam beszélni pedig. Ez csöndes játék ez az iRacing. Hú! Hozzá kell szoknom ez az ASMR-hez, innen kell beszélni majd a mikrofonba. Így innen körülbelül. Így. Mamma mia! Jéz! Ugye, amikor a gépnél ülök, akkor ez bőven, ilyen távolságban szoktam beszélni a mikrofonba. Vagy mindig valami szól, és akkor ordibálok. Mint egy őrült. Hát jó. Legyen így akkor. Szia, Petya! Discordon a bejelentést nézd meg, Haki. Igazából abból úgy mindent meg tudsz szerintem. Nagyjából. Amit meg nem tudsz meg, az majd a jövőben úgyis még érkezik Discordra. Ez biztos. Na. Szép tiszta rajt. Na. Erünk. Micsoda? Van itt gumi info, baszki. Nem mondott komolyan. Hát a gyerekek, hazudtatok nekem? Itt a gumi info. Hát én megverek mindenkit. Na most nagyon megurulok. Na most végetek. De nem változik a gumi? Ja. A kapitben változik. Tapadás.
komoly sebességet akartam már itt átvinni, nem bírja ez a rendszer, bazzam már ennyit. Jó verseny volt. Vigyáztam rá, persze, hát hogyne. Hát itt az a lényeg. Nagyon bölcs voltam, hát most itt ki lehetett volna rakni simán a pályáról a gyereket. Hogyne. De nem akartam, mert ez olyan szint, hogy itt fölösleges szerintem keménykedni. Fölösleges megmutatni. Nem kicsik között kell nagynak lenni. Csasok között kell verébnek lenni. Ennyi muszáj volt, mert ma már azért nagyon sokszor elhasaltunk. És tényleg értsen mindenki van. Köszi egyébként mindenkinek. Köszi. Egyébként jó versenyző volt a srác, eléggé érdekes híveken ment olyan. Hát kár, hogy miután megelőztük, tök jól felépítettük igazából. Kár, hogy utána meg visszaelőzött. Kíváncsi vagyok, hogy... Hogy kuplungolgat a srác? Ez a Luis Gomez itt mögöttem amúgy? Az hát! Menj anyá! Köszi, jó volt! Na, 261-en vagyunk. Mi? Ennyi voltunk. Én meglepődtem, tehát az első adandó alkalomnál a srác baszki úgy betette, mint az atom. Hát akár ott is tarthattam volna, de ott tartom mellette, akkor... Hát, ott fölösleges ilyenkor keménykedni, szerintem. 0-14. Ja, tényleg, na. Na, az nagyon jó, oké. Okay. Replay? Nem akartam most. A 2.47-nél voltam, ja. Hát 2.5-ről indultunk nap elején, nagyon sokat tanultunk. Nagyon sokat, nagyon jó, óriási. Köszi, jöttem nézni, meg tényleg mindenkinek most higgyétek el, hogy nagyon sok hozzászólásotokat láttam, elolvastam, csak tényleg köszi, örülök, nagyon jó a visszajelzés, mert lehet belőle tanulni egyrészt, úgyhogy ennyi, örvendek. Nem, igaz, nem formula kategória, de eddigi futamok alapján mennyire jön be ez a játék? Többi szimulátor vagy arcade játékos játékos.
tényleg más szint. Hát annyi, hogy nincs olyan, az az őrült nagy tapadás. Mondjuk egy Forma 1-es autónál, most GT3-aztam meg nem tudom, mivel mentem még korábban. Ez a legnehezebb szerintem. Ez a legnehezebb. De ez sem egy olyan, hogy úristen, most jaj, veszékelni kell. Itt a lutri faktor azért van még mindig a játékban, meg azért volt ez a mostani csúszásunk is, mert meg kell ismerni az adott konstrukciót szerintem. Föl kell mérni azt, hogy mit megy 5 körön, mennyi, milyen adatokat produkál, meg 10 körön, 15-20, és így tovább. Vagy 2-3 kör alatt mik vannak. Mert itt ezek befolyásolják azt. Tehát nem feltétlenül jó az, hogy folyamatosan szétnyúzod mondjuk az autót, a gumit. Többször előfordult már az, hogy azért lerúgtuk a gumit, volt egy megforgás, visszajöttünk a pályára, és onnantól kezdve a balansz az elment az autónál. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, ezt nem tudom, hogy hol lehet megnézni, utána járok majd, hogy miket lehet majd megnézegetni, de rengeteg adat van a játékban, az egészen biztos, különböző modokkal, vagy lehet, hogy azok nélkül is elő lehet hívni ezeket. Jó. Hát nekem, ami nagyon tetszett, az a Formula V. Az ilyen... Az így, ott ugye tempó volt már elég durván. Itt a Mazdával nincs akkora tempó. Én szeretem, hogyha valami azért megy. Nem szeretem a tötymörgést, de soha nem szabad azt elfejteni, hogy ha a leglassabb egy gokártal, vagy nem gokártal, egy matchboxot, ha tologatsz, és az gyorsan akarod tologatni, az is nehéz. Minden ugyanolyan nehéz. Időt kell adni neki, aztán. Úgyhogy jó, szerintem. Nagyon-nagyon. Hatalmas ütemben haladunk előre. Igen, meg hát hamarosan, tehát elérjük a 3.0-át, onnantól kezdve megvan a D-s jogsi, onnantól kezdve még több mindent lehet kipróbálni. Mazdánál nehéz lerúgni a gumit? Lehet, hogy akkor nem gumi lerúgás volt tőlem, hanem mondjuk egyszerűen túl nagy kanyarsebességet próbáltam meg átvinni a kanyaron. Ez telemetri adatokban megnézhető például, ez 100%-ig. Ez biztos. Meg hogy milyen íven mentél, azt nem tudom, hogy hogyan. Azért ezeket én úgy mondom, hogy laikusként továbbra is, majd kikupálom magam. Ennyi. És akkor már megosztom, amit tudok. Aztán hasítunk előre. 8000-rel. Mai nap után fixen úgy fogok aludni, mint a bunda. Nem volt ez annyira kemény. A kormánymaratonok durvábbak szoktak lenni sokkal. Az nagyon kemény. Pényó szuperkár. Meg tudod miért, amikor nincs tapadás iRacingben. Ajjaj. Tényleg? IRT program. McLaren Atlas telemetria programját használja a racing. Most pénteken? Most pénteken nem leszek. Nem. Miért? Miért kérdezted, Gergő? Lesz valami? Szabad edzéseken kívül. Kacok, ne feledjétek, szombaton 16 órakor F1 kibeszélő, meg 10.08-ra jövök, meg holnap Forest lesz 15-6 órától, majd kiírom úgyis Discordra a menetrendet, vasárnap meg megint csak F1 kibeszélő, úgyhogy készülünk. Nagyon be vagyok sózva, mint az atom. Andinak a rottyantós McLarenje is benne van. Szülünk! Ja, értelek, Gergő. Hát köszi, megtisztelő. Oké, rendben. Nagyon várom a folytatást az iRacingből. Nem tudom, hogy mikor lesz folytatás belőle. Holnap lehet, hogy lesz egy ilyen 2-3 óráz
órás déltől egy ilyen 10, déltől 15 óráig mondjuk lesz egy ilyen pár órás World of Warships, meglátjuk, meglátjuk. Ennyi igazából. Hát hétvégén F1 bizony, jó napot kívánok, bizony, bizony. Vissza kell majd nézni a köröket, hol nyersz és hol vesztesz időt. Igen, 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 igen. De így, hogy tényleg, tehát így, hogy menjek el a TCR bajnokságba, tehát nagyon, nagyon jó srácok vannak ott, akik rengeteg mindenbe tudnak segíteni. Meg hát tehát elég volt, elég visszanézni az elmúlt 7 órát, tehát hogy olyan tippek, trükkök jöttek ez idő alatt, hogy őrület. Úgyhogy köszi mindenkinek. Nézzétek, nem szokás. Tehát az elmúlt talán egy évben tehát elég szigorúan, szigorúbban kezelve az, hogy tehát mondok egy példát. F1 alatt, amiben több ezer órát már beleraktam, sokszor mai napig előfordul az, hogy valaki jön, és akkor mondja, hogy ezt mit, meg hogyan csinálják. Nem azért, mintha nem tudná valaki jobban, csak már annyit játszottam vele, hogy fölösleges itt. Majd ha esetleg kérdezek, akkor nyugodtan lehet mondani. De nyilván most itt a mai nap, hát ez azért egy eléggé bonyolult játék, úgyhogy ez itt elengedhetetlen volt, és egyben köszönöm is. Meg valahol ez így a korrekt, hogy most ezt így elmagyaráztam, elmondtam. Aztán nyilván majd az idő előre haladtával tippek, trükkökből meg átvegyünk komolyabb beszélgetésekbe. Kész. Ez olyan, mint amikor beköltözöl egy új lakásba, házba, és belakod. Otthonossá válik a közeg. Nekem is be kell laknom ezt az iRacinget, meg kell ismernem mindent, meg kaptam róla nagyon jó útmutatót, nézegettünk. Tehát lényegében végig vezettek lényegében ezen a játékon, hogy mi merre hány méter, és hát egy alapozónak az nagyon jó volt, tehát puding próbálja az evés. És ma is rengeteg. Ma tanultam talán a legtöbb. Na jó, én nem akarom tovább szaporítani a szót. Üdös, brutál, kemény nap volt a mai nap. Ami az iRacinget illeti, innen folytatjuk majd a jövőben, az tuti ziher. Aki pedig lemaradt volna az iRacinges bejelentésre, nyugodtan látogassatok el Discordra. Bejelentések szobában le van írva minden. Egyelőre felületesen, de le van írva, másrészt pedig majd úgyis záporoznak az információk, úgyhogy érdemes ezt egyébként követni az iRacinges menetelést, mert lesz ezzel kapcsolatban majd egy-két olyan dolog, ami szerintem örömteli lesz nagyon, igencsak, úgyhogy én így mostanra meg is köszönöm nektek a figyelmet. Ja, meg ott az F1 Fantasy. Felkiáltója Fantasy. Hétvégén már Forma 1. Rakjátok össze a csapatotokat, kerüljetek be a házi bajnokságunkba, minél, tehát több mint 100-an vagyunk, úgyhogy brutális ez. Lesz. Majd valami érdekes nyereményt találunk. Ő még így. Na jó, skacok! Jó éjszakát nektek, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet. Meg a segítségeket, közreműködés, mindent. Jó érzés kimondani, hogy hétvégén F1. Így van. Igen, igen, igen. Búcsúzik a VIP szektor is. Úgy van. Jó éjszakát mindenkinek. Üdös, bazinagy, tarosgatya, lóbálós tiszteletem mindenkinek. Sziasztok, sákányka. Holnap találkozunk 12:08-tól. Hello mindenkinek. Köszi, hajnalka. Köszönöm. Szervusztok!